Vasárnap Soltón rendezték a Bács-Kiskun megyei labdarúgó kupa döntőjét, melyet a megyei első osztály negyedik helyezettje a Bácsalmás és a megyei harmadosztály nyugati csoportjának bajnoka a Géderlak vívott meg. A mérkőzésre a hatalmas hőség ellenére sokan voltak kíváncsiak, a két településről egyaránt külön buszt is indítottak. Még egyszer hova küldjük őket? Kocsiából érkezett a srác vendégszurkoló. Nem tudni beszélni magyarszki, pici próbálkozás. Bátrabban kezdett a piros-fehérben játszó Géderlak, és rögtön az első percben egy kapufát is láthattunk, majd a másik oldalon az első valamire való Bácsalmási lehetőségből 11-es lett, amit Gorán Popovics értékesített a 10. percben, 1-0. A félidő derekán jött a frissítőszünet, majd Szávúj növelhette volna a PVS-e előnyét, ám a kipattanót a felső lécre vágta. A 30. percben egy szöglet után Papp Nándor talált Eckert hálójába, 1-1. A gól után hevesen reklamáltak a bácsalmásiak, mint a hátsó kamerán is jól látszik a lökés miatt. Ezt követően paprikázódott a hangulat, és szünetig összesen 6 sárgát osztott ki Kaszala játékvezető. De nem csak sárgát láthattunk, hanem újabb gólt is. Popovics szabadrugását követően Milos Stojanovics bólintott a 45. percben, egy szünetre 2-1-es bácsalmási előnnyel vonultak a csapatok öltözőbe, a szurkolók pedig a büfét lepték meg. Tippet kérhetek? Bácsalmás. Nálam. Ki fog nyerni? Most? Szerintem így szesz. Meg én akkor már vedetnék 6-0-ra. Lehet, hogy a Janit meg... Lehet, ha a Janit meg... Hagyjál, hogy én, de ha te játszol, akkor... Ja, na erő. A második játékrész egy hatalmas kapushívával kezdődött, és a szemfüles Németh László közelről kotorta a labdát a hálóba, 2-2-re alakítva az eredményt. Volt még egy kis csetepaté, ami inkább a géderieket zavarta meg, hiszen egy gyönyörű szabadrugás kombináció után Szávúj közeli fejesével ismét vezetett az Almás a 65. percben. Ezt követően a géderlaki csapat valahogy olyan állapotba került, mint egy boxoló, aki bekapta a megrendítő ütést. A fekete-fehérek ugyanis 12 perc alatt még 3-szor mattolták az egyre fáradó védelmet. A végén még láthattunk egy parádés gólt Snyahola Ákostól, így a végeredmény Bácsalmás Géderlak 7-2. A lefújást követően került sor az ünnepélyes díjátadóra. A Géderlak jaknyakába nem csak a kupa ezüstérem került, hanem a bajnoki arany is. A bácsalmásiak pedig úgy ünnepeltek, mintha a bajnokok ligáját nyerték volna meg. Igazából az utolsó egy hónapban már a kupára passzoltuk. Azt mindent, amit elképzeltünk, néztük azt, hogy a kupára frissek legyünk a megpróbálás. Sajnos ez az idő nagyon meleg volt ma, és elsősorban gratulálnak az én játékosoknak, az ellenfél játékosoknak is. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, egy jó csapatról van szó, aki 127 gólt rúgott, és 11-et kapott az ők bajnokságjából. Igazából úgy nyitottuk a meccset, hogy rúgtunk gólt, utána kaptunk egy gólt, akkor megint 2-1 volt a fél időben. Ma nem voltam, abszolút nem raktam a kérdést, hogy ki fog nyerni. Hajrá, Géder! Hát igen, az a probléma, hogy azért a mi csapatunk eléggé idős játékosokból áll, és az utolsó 6-7 az nagyon úgy szólt, hogy alig voltunk edzésen, mert mindig sérültekkel voltunk teli, és hát minket kivette azért ez a sok kupa mérkőzés, amin azért oda kellett nekünk tenni. Csak 3 vagy 2 osztályon lejjebb vagy játszunk, mint az ellenfelek, akikkel voltunk a kupában. Volt a mérkőzésnek egy nagy vesztese is, méghozzá a bácsalmásiak csapatkapitánya, Rudics János, aki egy korábbi fegyelmezetlensége miatt 7 hónapos eltiltását tölti, így csak kívülről szurkolhatott a csapattársaknak. Az elején szerencsénk volt, az ellenfél rúgott egy kapufát, de onnantól kezdve végig irányítottuk a játékot. Igazából egy percig nem forgott veszélyben a mai győzelem, és igazából gólokkal kellett nyerni. Gólokkal nyertünk, kijött az osztálykülönbség, ők a végére elfáradtak, és a másik félidőben nagyobb százalékban tudtuk kihasználni a helyzeteinket, és ezáltal
úgy vettem észre, hogy a negyedik gól után az ellenfélnek a kedve is elment, és teljesen el is fáradtam. Nem fájt a szíved, hogy csak kívülről nézted? De, nagyon. Nagyon. Dobogóról ezt vesz, hogy éltétek meg? Nehezen, a kecskeméti meccs az nagyon fájó pont, de az összességben azt nézzük, eredményes szezon zártunk. Kupát megnyertük, innentük, azt hiszem a harmadik hely annyira nem fáj, hogy nem sikerült. 5-2 után Nenad Florin a fiataloknak is lehetőséget adott. Schneider Dániel például a 73. percben szállt be. Hihetetlenül büszke vagyok a csapatra, nagyon hosszú utat tettünk meg ideig. Leíratatlan érzés egy kupát nyerni. Ilyen nagyon-nagyon régen nem volt. Úgy ünnepeltetek, mint egy BL döntőt. Hát ez számunkra felér egy BL döntővel, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés, még mindig a győzelem áborában vagyunk. Mindkét csapat sikeres szezon tudhat maga mögött, ennek ellenére a folytatás egyik helyen sem kézenfekvő. Géderlakon valószínűleg nem vállalják a magasabb osztályt, mivel az utánpótlás csapatok versenyeztetését nem tudják megoldani, míg Bácsalmáson is változások várhatóak, hiszen a jövőben csak úgy kapnak az eddigiekhez hasonló mértékű TAU-s támogatást az egyesületek, ha csak magyar játékosokat szerepeltetnek, az almás húzó emberei közül pedig jó néhányan csak szerb útlevéllel rendelkeznek. Nézze, a sors, amit hozhoz, az ellen nem lehet semmit csinálni. Kivárjuk a hónapi napot, még igazából döntés nincs. De mindenre föl vagyunk készítve. Épp erről szólt a Bácsalmási 7 év ezelőtt, amikor átjöttem almásra edzőnek, 24 névből 22 vagy 3 almási volt. Most is készünk a bajnoksága, meglett nem leszünk ott fönt a dobogón, meglett nem fogunk arra harcolni, de nem félek a jövőre. A ifjú csapatunk másik fejeződ, de úgyhogy Kecskeméttől 2 vagy 3 pontot maradtunk vissza, de úgyhogy sok játékost játszottunk fönt felnőttbe, és nem mindig voltak ki a legjobb játékosok az ifjúbe. Szóval jó ifjünk van, jó serdülünk van, az U17-esek megnyerték a döntőt, megnyerték elsők a döntőbe, jó dolgozik a Bácsalmási Sportegyüttes Kisvároska, de én nem félek. Nem félek. Meg nem lesz olyan izgalmas meccsek, hogy a dobogó helyre fogunk harcolni, de egy-két évet fölépítsük az ifjistákat, és megint ott leszünk, ahol most vagyunk, remélkedek. Nagyon jól szerepeltünk a bajnokságban is, lényegben a kupában is a mai napig. Nem is az a probléma, hogy kikaptunk, mert nem szégyen kikapni egy jó bácsomásról, akinek ezúton is szívből gratulálok, hanem a végén, hogy hetet kapunk, ez volt a döntő. Igazából én úgy gondolom, hogy a bajnokságot is úgy nyertük, igaz, hogy ez csak egy megye 3-as bajnokság, hogy 23 győzelem, egy döntetlen, és alig kaptunk gólt. A mai mérkőzésen aztán beleszaladtunk a késbe.